Puskás Géza, a Puskás Lövész Egyesület elnöke is ellátogatott a Dunaujvárosi városi bajnokságra. Ö, átnéztük az egészet, a primercset megnéztük, és úgy tűnik, hogy nagyon jó pályák vannak. Majd meglátjuk a végeredményt, hogy én hogy sikerül. Eddig még jó. Hat pályás szituációs lövészversenyen mérte össze tudását a nemzetközi mezőny. A magyar sörétes puskás lövők krémje ellátogatott a Dunaujvárosi megmérettetésre, ezért még Csehországból és Szlovákiából is vonzott indulókat. A verseny elején az első két szkvad úgy telt meg, hogy az ország krémje benne volt, Puskás Géza Debrecenből, ugye, aki Central European versenyeket nyer meg is, akkor Budapestről olyan lövők, akik nagy klubokba lőnek, és gyakorlatilag ez már bevonzotta az összes többi nagy lövőt, és utána ez annyira egy kicsit túl csúcsos adott, hogy a szlovákok és a csehek erre fölkapaszták, hogy ha ma magyar nagyok ott vannak, akkor tőlünk is jönnek a nagyok, és hála Istennek így összegyűlt a kis csapat. A versenyzőket hat különböző pályával várták a Dunaújvárosi városi szervezők. Mind a hat helyszínen más és más feladat várta az indulókat. Egy-egy pálya többféleképpen is megoldható, a lényeg a gyorsaság és a pontosság. feladat az nagyon egyszerű is könnyen összefoglalható, minden fémnek le kell feküdni, ami nem piros színű, amit piros, azt ha eltaláljuk, azért büntető pont jár. Nagyon sokszor ezek ugye közel vannak egymáshoz, tehát ki kell ügyeskedni, hogy ne boruljanak azok, aminek nem kell borulni. Papíroknál meg ugye van az alfa csár és delta zóna rajta, attól függ, hova érkezik a lövedék, ahol becsapódik, ott ugye lesz egy találat, és ez a találat arányába fogják ezt majd értékelni a bírók. A rendezvényt a Lövész Sportegyesület teljesen saját erőből hozta létre, a pályákat is maguk építették. Azért fontos ez a verseny, mert itt ékes bizonyítéka annak, hogy amatőr módon meg lehet szervezni egy olyan versenyt, nemzetközi versenyt, amelyhez nem kell semmiféle profi segítség, nem kell a város segítsége, ők maguk szervezték meg ezt a mai napot. A lőtéren továbbra sem lesz csend, több versenyt terveznek még az idei évre, és még egy rangos edzőtábornak és egy országos bajnokságnak is otthon biztosítanak.